Lovaskocsin autentikus ruhában érkezett a menyasszony a Sóstói Múzeum faluba, az első kappan és lakodalmas fesztiválra. A rendezvényen Kárpát-medencei ruhákat, többek között ajaki menyasszonyi öltözetet mutattak be. A ruhák mellett az ételek is nagy szerepet kaptak, elsősorban azok, amelyek kappanból készültek. A kappan az nem más, mint egy megfelelő, irányított környezetben állatorvosi beavatkozással végzett ivartalanítás, aminek a hatására egy fantasztikus zsírral átszőtt húsállományú egyet keletkezik, ezt hívják kappannak, évszázadok óta, de lehet, hogy az 1000 évet is megkockáztatom. Ez az eljárás és ebből a tartási környezetből származó kappan az fejedelmek, királyok, nagyuraknak az asztalán elengedhetetlen volt, ott szerepelt a főmenü között. Az egyik legismertebb ilyen kappanból készült étel a leves, a másik pedig a pörkölt. Ebben az 500 literes üstben például az utóbbit készítették. A főzése az hagyományos pörkölt recept, hagymás, piros fűszerpaprikás alapot csinálunk, egy kis lecsóval, és amikor készen van, akkor belerakjuk a hozzávalókat, a csirkecombot jelenleg, pontosabban kappancombot, alsó-felső, fölengedjük annyi vízzel, hogy ellepje, és szépen lassan főzzük. De a kappanok nem csak levesben és főételben jelentek meg a szombati rendezvényen. Elsősorban szeretném megemlíteni az ajakhoz kötődő menyasszony pogácsát és a bukta szeget. Egy nagyszerű leírásban találtunk rá erre a receptre. A menyasszony pogácsát csak és kizárólag a menyasszonyos háznál készítették. Ez azért nagyon érdekes, mert régen a lakodalom a vacsoráig, egészen a vacsoráig menyasszonyos és vőlegényes háznál történt. A menyasszony pogácsát kupattetővel szaggatják, egy egészen nagy pogácsa, ha valaki egyet megeszik belőle, én szerintem nagyon jól lakik. A bukta szeg a vőlegényes háznál is készül, egyfajta kalács tészta, amelyet felszeletelve akár a hivatlanoknak, csak bámészkodóknak is kínáltak a lakodalom alkalmával. Lakodalmas fesztivált többször szerveztek már a múzeumfaluban, ahol a különböző tájegységekre jellemző szokásokat elevenítették fel. Az esküvői hagyományok mellett most a kappanokat is szemügyre vehették az érdeklődők. A fesztiválon a cimbali band is koncertet adott.